a Debreceni Egyetem szenátusa, valamint a Gazdaságtudományi Kartanácsa bevonul. Kérem, szíveskedjenek felállni. Kérem, foglaljanak helyet. Tisztelt tanácsülés, kedves végzős hallgatók, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülésünk valamennyi résztvevőjét, végzős hallgatóinkat és hozzátartozóikat, mindazokat, akik eljöttek, hogy az egyetem polgáraival osztozzanak e jeles ünnep örömében. Felkérem dr. Pető Károly dékán urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt nyilvános ünnepi tanácsülés! Tisztelettel köszöntöm az elnökségben helyet foglaló Csernok László professzor urat, a Debrecen Egyetem rektor helyettesét, Fenyves Veronika dékán helyettes asszonyt, Bognár Istvánt, a Debrecen Egyetem hallgató önkormányzatának elnökét. Külön tisztelettel köszöntöm a hozzátartozókat, minden kedves kollégámat,
és végül, de nem utolsó sorban köszöntöm Önöket, kedves végzős hallgatók. A mai napon diplomásokat avatunk. Érett, felkészült kollégákat, akik széleskörű követelményeknek tettek eleget tanulmányaik során. És bízunk benne, hogy ennek köszönhetően képesek lesznek megfelelni a gazdasági élet kihívásainak. A gazdasági élet elismerte és elismeri az itt szerzett diploma értékeit. Karunkon először kapnak diplomát a végzett sportközgazdászok, valamint közgazdásztanárok. Tisztelt ünnepi nyilvános tanácsülés! A diplomaosztó ünnepély az egyetem életében mindig jeles esemény, mert a több éves munka és küzdelem után lezárul egy emlékezetes és fontos fejezet az életükbe. Amikor egy fontos állomáshoz, mérföldkőhöz érkeznek az életük során, érdemes megállni és tisztelegni az elmúlt időszak, az önök által elért eredmények, és így önök előtt is. Önök előtt, akik elérték, hogy közgazdász, mérnöki, menedzseri, tanácsadói diplomát kapjanak egy rangos, nagymúltú egyetemtől. Gratulálok az önök teljesítményéhez, karunk valamennyi munkatársa nevében. Amit tettek, a tanulás, felkészülés a pályára, az befektetés volt, amelynek eredménye a jövőben lesz mérhető, amikor majd hasznosítják a megszerzett tudást. Befektetés nem csak az önök, hanem a szüleik, családjaik részéről is jelentős erőfeszítéseket kívánt, sokszor áldozatok árán is, amit most majd megköszönhetnek nekik. Köszönjük a szülők és hozzátartozók áldozatvállalását. Tisztában vagyunk azzal, hogy napjainkban valóban komoly erkölcsi és főleg anyagi felelősséget is jelent az, hogy gyermekeink, hozzátartozóink diplomát kaphassanak. Tudjuk, hiszen mi tanárok, egyben szülők is vagyunk. Kedves, frissen végzett kollégák! A mai gazdasági helyzetben nem csupán egy-egy munkaterület speciális követelményeinek kell megfelelniük. A gazdaság kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex probléma megoldásra alkalmas, rugalmas, új és új célokat megfogalmazó, a gondolatait másokkal megosztani kész és képes munkaerő iránt mutat keresletet. Biztonsággal állíthatom, hogy ebben a mi végzett hallgatóink, így önök is kiválóak. Ma már nem úgy működik a gazdaság és a társadalom, hogy ki milyen szakon végzett, olyan állást fog magának majd találni. A hallgatóink az ismereteken túl kompetenciákat is szereznek, és ezeket hasznosítják munkavállalóként, életük során akár több különböző területen is. Rá fognak jönni, hogy idejük túlnyomó részét a munka fogja kitölteni. Ezért nem mindegy, hogy milyen jellegű, mennyire érdekes vagy csak fárasztó lesz az önök munkája. Büszkeséggel tölti-e majd el? Kihívásnak érzi-e a feladatokat? Elismerik-e a teljesítményt? Pénzen kívül megbecsüléssel is jár-e? Az jár jól, aki megtalálja a munkájába az örömöt. Próbáljanak olyan munkahelyet választani, amely lehetőséget ad az önmegvalósításra. Arra, hogy kedvel dolgozzanak. Erre minden lehetőséget megad az itt szerzett diploma. Legyenek büszkék arra, hogy a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán szereztek diplomát. Legyenek büszkék intézményükre. Hasznosítsák majd jól az itt megszerzett ismereteket, tapasztalatokat. És ne feledjék el egymást, és ne feledjék el az alma mátert. Ha diplomájukat kézbe veszik, gondoljanak azokra is, akiknek az köszönhető. Emlékezzenek a csodálatos, itt töltött évekre, a legjobb előadásokra, kapcsolatokra, szerelmekre, bulikra. Gondoljanak majd ránk is, az intézménybe maradókra. Mi szívesen látjuk, visszavárjuk önöket, különböző szakképesítések, másoddiploma, vagy akár a tudományos fokozat megszerzése céljából is. Az, amit itt kaptak, jó alapja lehet karrierjük sikeres megkezdésének. Kedves végzős hallgatók,
Végezetül engedjék meg, hogy a magam és a kar valamennyi munkatársa nevébe kívánjak önöknek sikeres munkába állást, személyes életük legyen kiegyensúlyozott és boldog. Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy kitüntetések, címek, díjak átadása következik. Felkérem Bognár István Ádámot, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét, a Hallgatói és Doktorandusz Képviselet által alapított kitüntetések átadására. A Hallgatói Önkormányzat elnökségének elismerő oklevele kitüntetést kaphatják az egyetem azon hallgatói, akik a Hallgatói Önkormányzatban és annak szervezeteiben vállalt feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai közéleti tevékenységért a Hallgatói Önkormányzat elnökségének elismerő oklevele kitüntetésben részesül Hevesi Angéla. Olá Evelin. És Víg Marcell. Felkérem dr. Csernok László rektorhelyettes urat, hogy adja át a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjának elismerő oklevelét. Elismerő oklevélben részesül a végzett hallgatók közül a 2019-2020-as tanév őszi félévében Póta Cserne Panka. Valamint Sándor Ágota Ildikó. Felkérem dr. Pető Károly dékán urat, hogy adja át a Debreceni Egyetem közgazdász szakmai műhely kitüntetését. Kitüntetésekben részesül kiemelkedő tudományos, szakmai és közösségi tevékenységért, valamint a Dex műhelyben végzett munkája elismeréseként Elek Dorina. Kapin Emőke. És Temfli Emese. Felkérem dr. Fenyves Veronika dékán helyettes asszonyt, hogy számoljon be a gazdaságtudományi kar végzős hallgatóinak eredményeiről. Tisztelt ünnepi tanácsülés! Ünnepélyesen bejelentem, hogy a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán a 2019-2020-as tanév őszi félévében gazdálkodási és menedzsment, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügyi számvitel, valamint turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzésekben összesen 37 hallgató tett záróvizsgát, ebből 32 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Gazdálkodás és menedzsment magyar és angol nyelvű képzés, gazdálkodás és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügyi és számvitel, sportszervező, valamint turizmus vendéglátás alapszakokon összesen 306 hallgató tett sikeres záróvizsgát, amelyből 231 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Emberi erőforrás tanácsadó, ellátási láncmenedzsment, gazdasági agrármérnöki, közgazdász tanár, logisztikai menedzsment, MBA, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás magyar és angol nyelvű képzés, sportközgazdász,
számvitel, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés, valamint vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakokon összesen 95 hallgatót tett záróvizsgát, és szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Gazdasági szakfordító, vállalatirányítás és controlling szakközgazdász, valamint szakreferens szakirányú továbbképzési szakokon összesen 9 hallgatót tett záróvizsgát, és szerezte meg az oklevelet. Megköszönöm dr. Fenyves Veronika dékán helyettes asszony jelentését, és megállapítom, hogy a gazdaságtudományi kar záróvizsga bizottságai előtt alapképzésben 306 fő, mesterképzésben 95 fő, felsőoktatási szakképzésben 37 fő, szakirányú továbbképzésben 9 fő az előírt záróvizsga követelményeknek eleget tett, ebből összesen az egyetem 8 fő részére okleveles mérnöki, 66 fő részére okleveles közgazdász, 13 fő részére okleveles menedzser, 6 fő részére okleveles tanácsadó, 1 fő részére okleveles közgazdásztanár, 46 fő részére mérnöki, 184 fő részére közgazdász, 1 fő részére sportszervező, 31 fő részére felsőfokú közgazdász asszisztens, 1 fő részére felsőfokú mérnök asszisztens, 6 fő részére szakfordító, 1 fő részére szakközgazdász, 2 fő részére szakreferens oklevelet ad ki. Bejelentem, hogy az intézmény hallgatóinak nevében Rab Zoltán szól a végzős hallgatókhoz. Soha se felejtsd el, honnan érkeztél, s mennyi mindent kellett megtenned azért, hogy idáig érj. Ezzel az idézettel szeretném köszönteni rektorhelyettes urat, dékán urat, az ünnepi tanácsot, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnökét, vendégeinket, és nem utolsó sorban titeket, végzősöket. Elérkezett ez a nap is, a diplomaosztótok napja. Bizonyára emlékeztek még, hogy milyenek voltak az első napok, hetek itt az egyetemen. A legtöbben közületek nem ismertek senkit. Nem tudtátok, mi vár rátok, vagy milyenek lesznek a tanáraitok. Aztán ez megváltozott. A felsőbb évesek segítségével, illetve egymást támogatva, sikeresen belerázódtatok az egyetemi életbe, túlestetek az első ZH-k megrázkódtatásain, megismertétek tanáraitokat, és nem utolsó sorban megismertétek egymást is. Mindehhez nagyban hozzájárult a sok közös buli, ahol néha szó szerint is támogattátok egymást, a hirtelen elrepült, itt töltött évek alatt közösségé formálódtatok, barátságok köttettek, megszerettétek az iskolát, és az egyetemi élet részévé váltatok. Néhány év múlva, ha visszaemlékeztek erre az időszakra, azt gondoljátok majd, hogy ezek voltak a legszebb éveitek. Azonban most fordulóponthoz értetek. Ifjakként érkeztetek ide, és most érettként távoztok. Akárhogy is nézzük, eljött a búcsú ideje, mely egyben a diák élet végét is jelenti számotokra. Most biztosan rengeteg gondolat kavarog a fejetekben. Lehet sokaknak furcsa lesz, hogy a következő fél évet nem együtt kezdik, vagy hogy nincs több vizsgaidőszak. Azt nem állítom, hogy a vizsgaidőszak fog a legjobban hiányozni, de mint tudjuk, a rossz emlékek egy része egy idő után elfelejtődik, másik része pedig megszépül. Sok év múltán biztosan nosztalgiával emlékeztek majd a vizsgák előtt érzett izgalmakra, eszetekbe jut majd, hogy tagjai vagytok egy külön kis társadalomnak, melyben meg kellett kötnötök a magatok kisebb-nagyobb kompromisszumait, ahol megtanultatok tanulni és küzdeni. Az itt megszerzett tapasztalatok, emlékek és barátok elkísérnek majd, hogy élhetőbbé tegyék ezt a felgyorsult életet. Valami örökre befejeződött, azonban egyúttal új szakaszhoz érkeztetek. A világ kinyílik, talán kicsit elsőre nagyobbnak is mutatja magát, mint amekkora. És az itt megszerzett tudás jó segítség ahhoz, hogy elkerüljétek a jövő vakvágányait. Hamarosan a kezetekben tarthatjátok a diplomát,
mely által felhatalmazást kaptok, hogy ne csak részesei, hanem formálói, alakítói legyetek a jövőtöknek. Kedves végzősök, gratulálok a diplomátokhoz! A Hallgatói Önkormányzat és minden hallgató nevében kívánok nektek egészséget, sok sikert, valamint céljaitok megvalósulását. Hallgatóinknak diplomájuk átvétel előtt esküt kell tenniük. Kérem tehát a hallgatóinkat, hogy álljanak föl. Bal kezüket emeljék a magasba, jobb kezüket szívtájékra téve, hangosan, nevük közlésével ismételjék majd dr. Pető Károly dékán úr után az eskü szövegét. Kedves vendégeinket arra kérem, hogy a fogadalomtételt tiszteljék meg felállásukkal. Én esküszöm, hogy Magyarország alaptörvényéhez és a magyar nemzethez hű leszek. Hivatásomhoz és az alma máterhez mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Minden erőmmel arra törekszem, hogy a Debreceni Egyetemen megszerzett tudás alkalmazásával hazám felvirágzását előmozdítsa. Kérem, szíveskedjenek leülni. Tisztelt végzős hallgatók, önöket tisztemhez kötött hatalmamnál fogva a mai nappal okleveles tanácsadóvá, okleveles agrármérnökké, okleveles menedzserré, okleveles közgazdásszá, okleveles közgazdász tanárrá, agrármérnökké, közgazdásszá, sportszervezővé, felsőfokú közgazdász asszisztensé, felsőfokú mérnök asszisztensé, szakfordítóvá, szakközgazdásszá, szakreferensé nyilvánítom. Életük és szakmai pályafutásuk nehéz óráiban emlékezzenek az imént letett esküszövegére. Felkérem dr. Csernok László rektor helyettes urat és dr. Pető Károly dékán urat, hogy szíveskedjenek átadni az okleveleket. Tisztelt végzős hallgatók, kérem vegyék át a diplomájukat. Oklevelet vesz át Temfli Emese. Elek Dorina. Kapin Emőke. Sándor Ágota Ildikó. Víg Marcell. Hevesi Angéla. Olá Evelin Zsuzsanna. Póta Cserne Panka. Bányai Dominik. Barát Rafaella. Barkóczi Bence Imre. Barnóc Andrea.
Batta Bernadett. Bilanics Bálint. Bodnár Izabel. Bodnár Klaudia. Császárné Dibáci Tünde. Erdei Edina Noémi. Erdődi Tímea. Fazekas Krisztina. Gellén Diana. Házi Mónika Katalin. Illés Erika. Macelka László. Máté Flóra. Mészáros Ádám. Nagy Boglárka. Nagy Izabel. Nyíri Bertolt Bálint. Pásztor Zsuzsanna. Patkós Eszter. Pósán Attila. Szabó Beáta. Szabó Nelli. Szabó Vanessa. Széles András. Szilágyi Lilla. Szűcs Flóra. Tóbiás Brigitta. Tóth Marcell. Vágó Gergő. Bodnár Ágnes. Dér Dániel. Gyulai Márk. Kecse Viktória Kata. Kósa Attila. Szabó Renáta Edit. Tóth Szilvia Angéla. Veres Sándor Rihárd. Zágoni Adrián Zoltán. Albert Denisza Mónika. Árokszállási Anna Petra. Dandészigeti Anikó.
Danyi Mihály. Durkó Hajnalka Klára. Fedor Fruzsina. Foltin Bianca. Foltin Blanka. Földi Zsófia. Gál Ramóna. Harsányi Vivien. Himinec György. Holzer Adél Judit. Kati Fruzsina. Kis Fanni. Kovács Beatrix. Ladányi Nelli. Megyesi Marci Diana Edit. Molnár Dóra. Nyíri Boglárka Bianca. Sallai Orsolya. Sándor Péter. Tomes Mirjam. Torma Bence. Tóth Magdolna. Vámosi Viktória. Zagyi Máté. Zich Dániel Sándor. Angyal Petra. Barta Krisztina. Bubori Petra. Cakó Noémi. Fekete Zsolt Dániel. Hajdú Judit. Kotány Vivien. Kubik Dóra. Montvai Médea. Pap Gábor. Végvirág. Aranyosi Márton. Bacsú Dóra. Bagoly Nikolett. Balázs Csoma. Burkovics Dóra.
Daru Ágnes. Dezső Gréta Judit. Filet Dominik. Jakab Zita. Jenei Eszter. Kulcsár Levente. Kungler Fanni. Madai Réka. Méhés Sándor. Orosz Alexandra. Orosz Emese. Péntek Fanni. Csi Bíjen. Reszegi Zsolt. Szegedi Zsanett. Tajti Anna. Tóth Bettina. Tóth Petra Ágnes. Barkász Flóra Zsuzsanna. Barna Ágota. Bézi Alex. Bodnár Kitti Zita. Borók Réka. Borsi Evelin. Bődi Gál Georgina. Csányi Dávid. Ferenci Dóra Borbála. Gál Anita. Gál Gergő. Gyulai Luca. Hajdu Nikoletta. Hajdu Tibor. Halász Nikoletta. Hegedűs Dorina. Jobbágy Szandra. Józsa Priscilla. Kósa Bettina. Kovács Katinka. Lakatos Dóra. Matéz Zsuzsanna.
Dr. Nagyné Csóti Zsuzsanna. Olajos Dóra. Polgár Barnabás. Simon Anita. Sipos Viola Fruzsina. Szabó Enikő. Szabó Eszter. Szabó Csorvási Anna. Szaporán Fanni. Szobonya Tamás. Szőlősi Anita Gabriella. Tusják Ágnes. Dájai Boglárka. Kalenyák Eszter. Albert Angéla. Almási Viktória. Asztalos Liliana. Balázsik Kristóf Gábor. Csép Vanda. Dormány Bernadett. Gál Helga Ilona. Hatházi Viktória. Heimpolt Szabina. Jaskú Dóra. Kis Ferenc. Legény Fanni Marian. Nagy Evelin. Négyessi Márton. Petrik Noémi. Pongrácz Tímea. Radics Viktória. Szakolcai Erika. Szikszai Dorina Orsolya. Talált Nikoletta. Török Alexandra. Juhász Ildikó. Nádas Viktória. Valamint Váradi Andrea. Bejelentem, hogy a végzett hallgatók nevében Olá Evelin közgazdász kér szót.
tisztelettel és szeretettel köszöntöm rektor helyettes urat, dékán urat, dékán helyettes asszonyt, az ünnepi tanácsot, az egyetemi hallgató önkormányzat elnökét, az itt megjelent oktatóinkat, családtagokat, barátokat, és végül, de nem utolsó sorban, benneteket, kedves hallgatótársaim. A mai nap, melyet oly izgatottan vártunk, egy mérföldkő mindannyiunk életében. De még mielőtt tovább lépnénk, álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk vissza az itt eltöltött évekre. Ahogy a kezdetek kezdetén a gólyatábor nyüzsgő forgatagába kerültünk, számtalan új arc és program várt minket, itt új ismerettségek, bimbózó barátságok köttettek. Ezután hálásak is voltunk az iskola kezdéskor, mert az első előadások, gyakorlatok megpróbáltatásai során nem voltunk egyetül. Emlékezzünk azokra az alkalmakra, mikor együtt szomorkodtunk, vagy örültünk egy-egy ZH után, vagy vizsga után. Mindig volt, aki megvigasztaljon, vagy épp kocincson velünk egy-egy buli alkalmával. A gólyabálon táncainkkal mutatkoztunk be, és örvendeztettük meg tanárainkat, a felsőbb éveseket és barátainkat. Elevenítsük fel a főzéseket, éjszakai túrákat, bálok, vacsorák, tanár és diákestek, felvonulások jókedvű pillanatait. De amikor épp nem feleztünk, vagy sárgultunk, akkor is számos rendezvény volt, ami jókedvet csempészett a mindennapokra. Ne felejtsük el a tanulmányutakat, szakesteket, a karinapot, sportnapot, kollégista és szakkollégista, valamint más csoportok által tervezett programokat. Érdemes ezeket az élményeket szívünkbe zárni, hogy majd annak idején egy évfolyam találkozó, baráti vagy családi beszélgetés során örömmel eleveníthessük fel. A céljaink elérése nem csak a mi érdemünk, köszönettel tartozunk az intézményünknek, a számtalan lehetőségért és támogatásért, melyet az évek során nyújtott. Köszönjük az oktatóinknak, témavezetőinknek, akik segítsége és szigora nélkül nem mondhatnánk magunkat szakembereknek. Mégis a legnagyobb hála a családunkat, közeli hozzátartozóinkat és barátainkat illeti. Köszönjük nektek a támaszt, amit tanulmányaink során nyújtottatok, a bátorítást a nehéz időszakokban, és azt a mérhetetlen mennyiségű ráfordítást, melyel hozzájárultak a sikereinkhez. A diploma a kezünkben. Egyeseket vár a mester vagy a doktori képzés, másokat pedig a nagybetűs élet. Ez akar azt tanította nekem, hogy a kemény munka elismerésre kerül, az emberi együttműködés kulcsfontosságú, és a lehetőségeket ki kell használni, hiszen ezzel teszik színesebbé a mindennapokat. Bármerre is sodorjon minket az élet, emlékezzetek, hol töltöttétek életetek egyik legszebb időszakát, és azt se felejtjétek, hogy ide mindig visszavárnak. Kedves végzősök, szívből gratulálok diplomátokhoz, és kívánok életetekhez sok sikert, szerencsét, boldogságot, és köszönöm. Tisztelt ünnepi tanácsülés! Ezennel a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar diplomaosztó ünnepélyét bezárom. Kérem, hallgassuk meg együtt a szózatot.
a Debreceni Egyetem szenátusa, valamint a gazdaságtudományi kartanácsa kivonul. Kérem, szíveskedjenek állva maradni. Segítsek! Na, elütöttem!